Magabiztos sikert aratott a Futsal Klub Székelyudvarhelye a teremlabdarúgó első liga 5. fordulójában. Jakab Zoltán együttese biztonságos játékra rendezkedett be, főleg miután Kölörás váratlanul megszerezte a vezetést. Az udvarhelyiek a 13. percben aztán nem csak fordítottak, de egy perc alatt 2 gólt is lőttek. A második félidőben jól focizott az FK és növelte előnyét. A végéig még 3-szor találtak be a kék mezesek. Székelyudvarhely az idény második győzelmének örülhetett. Két erdélyi csapat is küzd ma, hogy bekerüljön a férfi kosárlabda bajnokok ligájának csoportkörébe. A bajnoki címvédő nagyváradi VSK a bolgár Lukoil Akademik Szófia otthonában játszik, míg a kolozsvári UBT a török USAK ellen lép pályára. Mostantól szerb edző tanítja kosarazni a Lucky Dragons klub fiataljait. Iván Pavlovics egy nagymúltú belgrádi csapattól érkezett Marosvásárhelyre. A hazai gyerekkosárlabdában nem megszokott dolog, hogy külföldi edző tanítja a kosárlabda csínyát, bínyát. A marosvásárhelyi Lucky Dragons sportklub ezen szeretne változtatni, és egy szerb edzővel erősítette meg stábját. Iván Pavlovics korábban 4 éven át a híres Crvena Zvezda gyerekcsapatait edzette, most pedig Marosvásárhelyen adná tovább tudását. Az én célkitűzésem az, hogy a klub fejlődjön, és a játékosok, akik ennek a klubnak tagjai, egyre jobbak legyenek és fejlődjenek a karrierjükben. A Lucky Dragons klubnál 120 kisgyerek kosárlabdázik, és a tervek szerint az új szakember az U13-as és U14-es csapatokkal fog foglalkozni, amelyek részt vesznek az országos bajnokságon is. A város minden negyedében tartunk edzéseket, Náznán falván is. Ami az edzőket illeti, én és Iván a versenyre készülő csapatokkal foglalkozunk, de segíteni fog Korina Csásu is, aki már több mint másfél éve dolgozik a klubnál. Hozzátette, van mit tanulniuk a szerb szakembertől, így számukra is egyfajta továbbképzés lesz a következő 1 év.